Fokozottan figyelik a rendőrök a fás erdős területeket. Az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett az egyenruhásokhoz, hogy crossmotorosok közlekednek az erdőkben. Március 15-én Bátaapátiban igazoltattak 8 fiatalt, egészen Baranya megyéből érkeztek a településre. Március 15-én a Bátaapáti körzeti megbízott a településen látott a járőrszolgálatot, amikor azt észlelte, hogy a település egyik közterületén 8 motoros tartózkodik. Kollégám odament a motorosokhoz, és beszélt velük, akik beismerték neki, hogy Baranya megyéből érkeztek, az erdőn keresztül Bátaapátiba. Kollégám mind a 8 szemét ellenőrizte, akik zömében 20 éves fiatalok voltak. Az intézkedések során kiderült, hogy a 20 év körüli fiatalok között volt egy 13 éves fiú, aki édesapja motorjával közlekedett, szülei tudta nélkül. A motorok legalább 125 köbcentiméteresek voltak, azonban rendszám és felelősségbiztosítás nem volt rajtuk, illetve a fiataloknak sem volt jogosítványa hozzájuk. Az erdészeti törvény szabályai szerint tilos motorral és quaddal az erdős területeken közlekedni, kizárólag gyalog vagy biciklivel tehetik azt meg az emberek, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Hiába magánterület az erdő, azonban, hogyha az nincsen akár egy sorompóval, akár kerítéssel lezárva, akkor ott a magánterület ellenére a közúti közlekedési szabályok érvényesek. A rendőrség minden esetben a szabályok betartását ellenőrizni fogja, és továbbra is fokozottan ügyelni fogunk arra, hogy crossmotorosok az erdőben, illetve az erdő környékén ne közlekedhessenek. A rendőrség feljelentést tett a 8 fiatal ellen, akik több százezer forintos büntetésre számíthatnak.